Kedves nézőink, a közelmúltban Kállai Mária kormány megbízott megtekintette a karcagi járási hivatalt. Az erről készített felvételeinket vetítjük Önöknek a most következő Háttér című magazin műsorunk külön kiadásában. Én nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves jelenlévőket, külön tisztelettel és nagy örömmel köszöntöm dr. Kállai Mária kormány megbízott asszonyt. A végiek megadták, hogy az időjárást úgy irányították, hogy ebben az időben végül is sikerült megérkezni. Tisztelettel köszöntöm dr. Szakali Erzsébet főigazgató asszonyt, köszöntöm településünk alpolgármesterét, Kovács Szilvia alpolgármesterasszonyt, köszöntöm Pádár Lászlóni polgármesterasszonyt Kenderes településről, és Kece István polgármester urat Kisújszállásról. Én tisztelettel köszöntöm a kedves kollégákat, a szakigazgatási szervek vezetőit, és én nagyon örülök, hogy első alkalom az, hogy a szakigazgatási szervek vezetői is, már akik a járáshoz tartoznak, együtt tudunk lenni, hisz decemberben, mikor találkoztunk, akkor csak a törzshivatal apparátusával tudtunk szót váltani, ismerkedni, és még sajnos a munkánk nem tette lehetővé, hogy a teljes járási hivatal minden kollégájával egyszer találkozzunk, tehát 89-en együtt leüljünk, és elmeséljük is egymásnak, hogy a járási hivatalban mit tapasztaltunk és hogyan működünk. A mai napon kormány megbízott asszony a járás, ahogy a prezentációban kírtam, a járás-járás folyamatában karcagi járási hivatallal ismerkedik, és én szeretném röviden összefoglalni, hogy hol tartunk a karcagi járási hivatal munkájában, mit tettünk, és hát látjuk, hogy mi a feladat és mi a végső állomás. A karcagi járási hivatal is, ugyanúgy, mint a többi járás 2013. január 1-ével megalakult, és Szolnok megyében a mi járási hivatalunk a harmadik, lakosságszám szempontjából a harmadik legnagyobb területet öleli föl, 45.213 állampolgár ügyeit látjuk el, és az ő tevékenységüket segítjük, az államigazgatási ügyeiket próbáljuk intézni. Székhelye tehát Karcagváros, Kossuth tér egy szám alatt található, és három kirendeltsége, és Berekföldön pedig az ügysegédek találhatók. Karcag esetében, tehát ahogy mindenki ismeri és tudja, 21 irodában kaptunk helyet. Én úgy gondolom, hogy nagyon kellemesen és jól tudjuk, tehát a munkavégzésünk feltételei biztosítottak a mi irodánk, vagy a Karcagváros esetében is. Kenderes, vagy Kisújszállás esetében szintén a polgármesteri hivatalban, ott 7 irodában helyezkedik, vagy található, folytatnak a járási hivatal dolgozói ügyintézést. A következő Kenderesen 2 irodában, Kunmadarason 3 irodában, és Berekföldön pedig az ügysegéd folytatja szeltánként jelenleg, a polgármester úrral folytatott egyeztetés alapján szerdán délelőtt is és délután is 2-2 órában jelen vagyunk, és intézzük az állampolgárok ügyeit. A járás kialakításához, én már elmondtam a kollégáknak, és kormány megbízott asszony is nagyon jól tudja, hogy tehát ez úgy történt, hogy a polgármesteri hivatalok bizonyos létszámokat adtak át, én ezt a létszámot vetítettem ki, hogy 45 fővel indultunk, Karcag 24 főt, Kisújszállás 12-t, Kenderes 5 főt, Kunmadaras 4 fő álláshelyet adott át. Azért fogalmazok álláshelyként, hisz voltak benne üres álláshelyek is, de többségében már 5 üres álláshely volt, de többségében tehát feltöltött álláshelyekkel dolgozunk. A jelenlegi létszámunk 89 fő, amelynek mindjárt a szerkezeti tagozódását is bemutatom. Tehát a törzshivatal, itt nem vettem külön a hivatal vezető helyettes adminisztratív erőket, hanem tovább, ahogy az SMS-ben majd strukturálódunk. Tehát okmányiroda 11 fővel fog dolgozni, vagy már dolgozik is, a hatósági osztály 13 fővel, a gyámhivatal 10 fővel, mint szakigazgatási szervként, az építésügyi hivatal 5 fővel,
Az élelmiszeregészségügyi és ellenőrző hivatal 10 fővel az Ady Endre út alatt, a népegészségügy 14 fő. Az átadásokról szeretnék szólni, tehát ugye, ahogy említettem, megkaptuk az épületeket, irodákat, de hát az irodákhoz megfelelő tárgyi feltételek is szükségesek. A megállapodásban biztosították a települések, hogy megfelelő irodai bútorokra számítástechnikai eszközöket átadjanak nekünk, és itt én szeretném megköszönni minden jelenlévő polgármesternek és a nem jelenlévőknek is azt a nagyon nagy segítséget, amit én végig tapasztaltam novembertől, hogy a járás felállításához, működtetéséhez rendelkezésünkre álltak, rendelkezésemre készségesen segítettek. Természetesen mindenki azért védte az önkormányzati értékeit is, és a dolgait, de hát ez így volt természetes. Én úgy gondolom, hogy ez egy kölcsönös megértésen alapult, de nekem nagyon-nagyon pozitív élményeim voltak, és visszajelzéseim. Szeretném ezt elmondani, hogy köszönöm a segítségüket, és bízom benne, hogy a következő években is ez így folytatódik. Tehát ahogy az ingóságokról beszéltem, ezeket megkaptuk, működésünk megvan, személyfeltételeink adottak, hát akkor az ügyiratokra is szükségünk lenne, mert valamit azért csak-csak dolgozni kellene. Hát ezeket is kaptuk szép számmal. Folyamatban lévő ügyiratok száma, amelyet átvettünk, 1061 darab. Ez egy tisztességes adat, hisz decemberben beadott ügyiratokat kellett még gyorsan átiktatni az ügyfeleknek, az értesítést kiküldeni, és természetesen még tovább az ügyintézést is végezni, és hatáskörbe kerülő, de most érdemi ügyintézés rögtön azonnal nem igényelő ügyiratunk, amit átvettünk, 12.379 darab. Ahhoz, hogy ez mind megvalósuljon, és eljussunk arra a szintre, hogy már egészen jó, nyugodtabb munkavégzésben telnek a napjaink, én ennek nagyon nagy mértékben köszönetemet szeretném kifejezni a kollégáknak, akik nagyon lelkesen, nagyon aktívan részt vettek, és tényleg, ha én voltam holtponton, akkor talán ők lendítettek tovább a lelkesedésükkel, és én ezt nagyon köszönöm. Én szeretnék néhány kollégámat, itt is jelen vannak, és én megköszönni, és most engedjétek meg, hogy a törzshivatal részéről, hisz szombaton, vasárnap bent voltak velem, és végezték a munkát. A hivatalvezető helyettes asszonynak szeretném megköszönni, Gittának, dr. Bihari Gittának a tevékenységét, a Nagyné Brandstetter Editnek, Kisné Szendrei Juditnak, és szeretném két informatikus kollégát, egyiket a polgármesteri hivatal informatikus kollégáját, mert informatikusok nélkül szerintem megáll az élet, a Donko Gabi, aki a polgármesteri hivatalból nagyon sokat segített nekünk, és az új kollégánknak pedig Egyed Zsoltnak megköszönném a munkáját, akire minden területen maximálisan számíthattam, és én bízom benne, hogy számíthatok a következő időszakban is. Decemberi értekezleten is beszéltünk arról, és igyekeztem mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy a járás, mint egy alsófokú közigazgatási egység, nem egy légből kapott új közigazgatási egység, hanem ennek már több száz éves múltja van, és olyan alapokat adott már a közigazgatásnak, és az elmúlt több száz évben a közigazgatás jobbítását tudta biztosítani, hatékonyabb ügyintézését, és az, amit a magyari programban is olvashatunk, hogy a járás közelebb hozza gyakorlatilag az államot, az állampolgárokhoz. Ennek a megvalósítása egyértelműen a járáson keresztül meg fog valósulni, és a kollégák részéről én tapasztalom azt a hitet, akkor fogalmazom így, és akaratot, amelyet én Csóri Sándor idézetével ajánlottam a figyelmükbe, hogy hinni valamiben még nem megoldás, de a megoldás kezdete, és én szeretném tájékoztatni kormány megbízott asszonyt is, főigazgatói asszonyt is, hogy a hit, én úgy gondolom, ebben a csapatban megvan, tehát a megoldás kezdete megvan, és bízom benne, hogy meg is oldjuk ezt a feladatot, ami ránk vár. A
Köszönöm a figyelmeteket, én nem rabolnám tovább a türelmet, de nagy szeretettel fölkérném kormány megbízott asszonyt gondolatainak elmondására, itt is, vagy ott is lehetséges. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszönöm meg a lehetőségét annak, hogy ma így együtt vagyunk. Tisztelt polgármester asszony, alpolgármester asszony, polgármester úr, kedves munkatársak, pont az a kör van együtt, akinek lehetősége és felelőssége az, hogy a modernkori járások újra felállítása, megalakítása során olyan szinten szolgáljuk az állampolgárokat, ahogyan mi magunkkal szemben is mindezt elvárjuk. Jó ez így, vagy én hallom csak nagyon hangosnak? Vagy én sípolást is hallok, de ez lehet, hogy ott nem hallatszik, elnézést kérek, de ezért kérdeztem meg, hogy nehogy kelljen végig hallgatni. Ahhoz, hogy ma itt vagyunk, mindenképpen egy kis visszatekintőre hívok mindenkit, hiszen ahhoz, hogy ma itt vagyunk, ahogyan hivatalvezető asszony is mondta, sok-sok ember munkáját becsülöm meg, hiszen magában a járási rendszer kialakítása, újraalakítása során vélhetően sok együttműködés, sok gondolat, olykor akár konfliktus, probléma, de azt hiszem, hogy egy ekkora rendszer átalakításánál mindez teljesen természetes. Mint ahogyan az is hál' Istennek, hogy ahogyan a karszagjárás megyebeli presztízse, megyebeli súlya, gazdasági, természeti, kultúr, szellemi kincse, amilyen méltó, olyan méltó az a rendszer, amit itt most ugye első pillanatra megismerhettünk. Én nagyon nagy tisztelettel köszönöm meg a települések vezetőjének azt, hogy a járás településeiben, ahogyan képviselik is magukat, együttműködtek, hiszen azt gondolom, hogy az állampolgárok továbbra is Karcagon és a többi négy településen laknak, viszont nagyon közös érdekünk, hogy kéz a kézben nem versengő értékként, hanem egymás mellett járjon az önkormányzatiság, és egymás mellett járjon mindenféleképpen az államigazgatás. Azzal, hogy Kisújszállás, Kenderes, Karcag, Berekfürdő, Kunmadaras, öt települése, ügyeinek intézése egy központi hivatali rendszerbe kerül, mindenféleképpen nagyon nagy lépést teszünk afelé, hogy a legkisebb településen is ügyet lehessen indítani, ügyet lehessen kezdeményezni, ügyet lehessen intézni. Az államigazgatásnak, az államnak, az állampolgárokhoz való vitele legfontosabb eredményességi mutatója a vele való elégedettség. Járva most már lassan végét a járásnak, jó érzéssel tapasztalhatjuk azt, hogy ahol ideglenes ügysegéd van, vagy állandó ügysegéd segíti a munkát, a munkatársak részéről hallottunk olyat, hogy nagy élmény volt, amikor hosszú évek után nem fölkerekedett egy pár száz lelkes településből valaki éppen Szolnokra, vagy a legközelebbi nagyobb városba valamit intézni, hanem elsétált oda, ahol van. Nyilvánvaló ez jelenti a kiszolgálás minőségének javulását is, hiszen 3-4-5-6 ember jelent meg mondjuk egy-egy napon. Több idő volt vele beszélgetni, több idő volt esetleg olyan dolgokra is rárájtani figyelmét, ami esetleg számára még el sem kezdődött államigazgatási rendszer. Tehát valóban egy minőségi szolgáltatást lehet nyújtani. Természetesen az embernek nincsenek illúziói, hiszen vannak, akik nagyon örülünk ennek, vannak, akik nagyon nagy kritikával nézik, hogy hogyan fog tudni haladni a munka. Azt gondolom, hogy közös kötelességünk, hogy az eredményeket azonnal egymással kommunikáljuk, gyűjtsük, de az is kötelességünk, hogy mindazokat az esetleges működési problémákat, nehézségeket ne elkendőzzük, hanem őszintén kimondjuk, és törekedjünk a megoldás felé. Én biztos vagyok benne, hivatalvezető asszony munkáját és a mögötte lévő csapat munkáját hivatalvezető asszonyon keresztül már nem mától kezdve, nem az első benyomás szintjén ismerve, hiszen azért készülünk és dolgozunk együtt már szinte november óta. Azt gondolom, hogy ennek a garanciája ebben a járásban, ezen a járásszékhelyen megvan. Én tisztelettel kérem a települések vezetőjét, és éppen ezen oknál fogva, hogy nyilvánvaló a polgármester asszony, polgármester úr, a polgármester asszony, településvezetők egy más szinten, de nagyon sokat találkoznak az ott lakókkal, hiszen a közösségi élet, kulturális, gazdasági fejlesztésnek komoly motorjai vannak, egy sor feladat nyakukról lekerülve egy más rendszerben, viszont tisztelettel kérem azt, hogy jelezzék azokat a problémákat. Én nagyon köszönöm azt, hogy hivatalvezető asszony, hogyan bemutatta személyeket illetően, mint legfőbb erőforrásunk az ember, de a bútort, a tárgyakat, a mindenfajta infrastruktúrát úgy bocsátottak rendelkezésre, hogy ahogyan mondtam, a járásnak méltó minden tekintetben a járási hivatal személyi ellátottsága, de a személyi mellett az az infrastruktúra, ahogyan az ember belép egy irodába,
oda nagyon jó érzés bemenni. Tudjuk pontosan azt, hogy országos szinten informatikai rendszerekkel még nagyon komolyan kell fejlődni. Nekem az életemben talán most van az első olyan szakasz, amikor azt látom, hogy magasabb, nagyon fontos az informatika, vagy nagyon fontos az emberen túli világ, hiszen nem lehet ezt ekkora rendszereket működtetni csupán emberi erőforrásból. Az az út, ahol most vagyunk, a magyar közigazgatási, államigazgatási rendszer nagyon komoly átalakításának egy nagyon-nagyon fontos állomása. Többször nyilatkoztam már, és ezt a ma is így gondolom, hogy szeretném megbecsülni elődöm dr. Lengyel Györgyi munkáját, illetve köszönöm itt is főigazgató asszonynak és csapatának azt, hogy idáig jutottunk. Én október 1-e óta már abban a részben kapcsoltam a munkához, amikor a 78 településünkkel a megyében megtettük azokat az együttműködési megállapodásokat, amelyek arra garanciák, hogy minden település vezető megérheti azt, és minden állampolgár, hogy minden településen valamilyen államigazgatási szolgáltatás elérhető. Viszont azzal, hogy megépült, vagy felépült, vagy összeállt, két második születésnapját ünnepelve a kormányhivatal, a törzshivatal, a hozzákapcsoló szakigazgatási szervek, ezt követően 2013. január 1-től megalakult a járási hivatali rendszer, építkezünk tovább, és haladunk afelé, hogy 2013 végére még kényelmesebb kiszolgálásban részesüljenek az állampolgáraink. Jelesül az integrált ügyfélszolgálat, az egyablakos ügyintézés megvalósítása, amelynek tulajdonképpen a hivatali bázisa, a háttérbázisa az az intézményrendszer, amely itt elkezdte január 1-től a munkáját. Az országban 300 kormányablak fog létesülni. Szolnok megyébe jelenleg ugye egy van Szolnokon. A terveink szerint 16 településen, 18 helyszínen fogja várni úgy egy ablaknál, egy ügyfélszolgálati rendszerben 2500 ügynek az intézésére, intézés ügyének indítására az állampolgárokat, amelynek a járási rendszer fogja adni a háttérmunkáját. Tehát amikor most felépült egy kvázi elképzelt házunk, elkezdtünk benne élni, már is tovább építkezünk, mind a közben pedig párhuzamosan, ahogy a hivatalvezető asszony is mondta, úgymond csinosítjuk a belvilágunkat is, és a tökéletesség felé próbálunk törekedni, hiszen nagyon fontos, hogy a sok-sok csavar, az a sok-sok együttműködési rendszer, pontosan tudjuk azt, hogy ekkora rendszerekben különböző helyekről, különböző településekről, különböző kultúrákból, különböző munkaterhelésből, különböző szakmai előléletű emberek dolgozunk most együtt egyrészt, de azt gondolom, hogy a munka okán biztos vagyok benne, hogy jól fognak összekovácsolódni ezek a csapatok. Én ehhez kívánok erőt, egészséget, és azt kívánom, hogy az a fajta első benyomás, és nyilván azt gondolom, hogy mire karcagjárásban minden állampolgár egyszer megfordul valamilyen hivatali ügyet intézni, az biztos el fog telni egy 6-7 hónap. Mégis mindenki, aki először megy be, azt az emlékképet fogja a lelkében elvinni, hogy ugyanolyan kedvesen fogadtak, mint eddig, vagy éppen most jobb helyre kellett már menni, vagy de jó, mert valóban gyorsan elintézték az ügyemet, és ez a legfontosabb. Az a legfontosabb, hogy egy-egy ember hogyan találkozik, hogyan tud ő, hogyha Amerikában lennénk, azt mondanám, hogy a vevő a király lenni, hogyan tudjuk nagy-nagy tisztelettel, szeretettel, alázattal az ő munkáját, az ő életét segíteni, hiszen azzal, hogy akár forintálisan kifejezhető, hogy kevesebb idővel, kevesebb utazással, kevesebb utazási költséggel, nyilván ez egy gazdasági haszon is, de emellett legalább olyan fontos, az az életminőségi haszon, hogy annak az állampolgárnak kevesebb energiájába, idejébe került, ezáltal éppen családjára vagy arra tudja az életét, vagy a felmaradó idejét tölteni, amit éppen szeretne. Tisztem lenne még bemutatni hivatalvezető asszonyt, de azt gondolom, hogy ez okafogyottá vált, hiszen már most azt mondhatjuk szinte, hogy több hónapos, mert hiszen járási biztosként már, de 2012-ben is az első pillanattól kezdve nagy-nagy szeretettel és nagyon komoly jövőbeni elkötelezettségével végezte a munkát és hívta társadalom munkatársait. Én szívből gratulálok ehhez, illetve ahhoz is, amit az első benyomás, azt gondolom, hogy azt mondhatjuk, hogy karcagjárásban tényleg fantasztikus kollégákkal, és köszönöm a települések vezetőinek, Karcag településének és minden segítő településnek azt, hogy egy csodálatosan jó környezetben és egy csodálatosan jó, valóban az állampolgároknak örömet adó körülmények között fogjátok végezni a munkátokat. A mai látogatásnak a célja egyrészt a megismerkedés,
megbecsülés annak a munkának, amit eddig elvégeztetek, és nyilván közösen a 9 járást végigjárva mindenütt találunk olyat, ami csak ott van, és nagyon-nagyon jó, és összességében azt fogjuk ezt összegezni, és megtesszük azt, hogy a járási hivatal vezetőkkel együtt olyan közös tanulási útra is térünk, hogy hogyan lehet jó ötletekkel még praktikusabban, még gyorsabban, még hatékonyabban szolgálni és végezni reményeink szerint egy kiegyensúlyozott, jó minőségű, kiváló munkát. Ehhez kívánok mindenkinek hitet, jó egészséget, és azt gondolom, hogy amit itt egyértelműen látszik, kiváló szakmai tudást. Köszönöm szépen. Tisztelettel megköszönöm kormánymegbízott asszonynak kedves szavait. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára nagyon jól esett ez a biztatás és az elismerés, mert nagyon sokat dolgoztunk, és tudom, hogy dolgozni is fogunk még, mert a feladat adva van, és igyekszünk úgy tenni a dolgainkat, hogy a karcagi járási hivatalra úgy a települések polgármestere és valamennyi állampolgár úgy tekintsen, hogy büszkén mondhassa, hogy ennek a járási hivatal ügyintézési területén dolgozik. Én még egyszer köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk gondolatait, és én fölkérném akkor Szakali Erzsébet főigazgatóasszonyt, és mielőtt szót kapna, én ebben a körben szeretném nagy tisztelettel megköszönni az ő munkáját, és hisz november 15-e óta ő fogja gyakorlatilag a kezünket, és nagyon-nagyon sok segítséget kaptunk, és nélküle én úgy gondolom, hogy nem tartanánk itt, és én köszönöm még egyszer. Tisztelt jelenlévő kedves kollégák, köszönöm a köszönetet, de nagyon nagy szeretettel tettem és teszem is. Mondataim első része a kollégákhoz szól. Egészen biztos, hogy október hónapban, amikor a megállapodások előkészítése során a jegyzők kerestek benneteket, biztos, hogy volt izgalom, hogy kik kerülnek át a járási hivatalba. Egyrészt a kérdésre a válasz az adott volt, hisz a jogszabály határozta meg, hogy a jegyzőtől mely hatáskörök kerülnek át a járási hivatalokba, és ezek csak szigorúan vett államigazgatási hatáskörök. Tehát akinek ez volt a munkaköre, ő értelemszerűen átkerült a járási hivatalba. Természetesen októbertől december végéig az élet nem állt meg, voltak olyan élethelyzetek, hogy személyi kérdésekben is kellett egyeztetnünk, voltak személycserék, illetve ma már azt is tudom mondani, hogy akik olyan munkakörbe dolgoztak, ami nem szigorúan hatósági, államigazgatási hatósági munkakör volt, hanem egy úgynevezett funkcionális munkakör. Tehát ugye az, hogy dolgozunk, hogy fedél van a fejünk fölött, hogy papír, ceruza, informatika, a személyügyi, munkajogi dolgainkat intézték, hogy a költségvetési rész az bonyolódik, az megvan az önkormányzatnál is, de természetesen szükség van erre a kormányhivatalban is. És nem örültünk, de sajnos volt olyan, akik bekerültek a kormányhivatal törzshivatalába, ilyen munkakört ellátók, és az első egy hét után azt mondta a kollega, hogy köszöni, de ő nem szeretne ott dolgozni, mert egész más volt ugyanazt a munkakört ellátni a törzshivatalba, mint korábban a polgármesteri hivatalba. Itt nem ez történt a karcagi járásba, szerencsénkre, ellenben biztos, hogy sokan láttátok, évvégén nagyon-nagyon sok jogszabálymódosítás jött ki, és többek között ez érintette a köztisztviselőkből, január 1-ével kormánytisztviselőkké vált munkatársakat is. Egy biztos törvényi garancia, hogy az illetménye 2013 évben senkinek nem módosulhat sem lefelé, lehet, hogy rosszabb, hogy fölfelé sem. De a jogszabály ezzel próbálta erre az évre védeni a volt köztisztviselőket, és vélhetően 2014 elejére egy egységes közszolgálati rendszer fog úgy felállni, hogy nem lesz különbség azonos munkakört ellátók tekintetében, az illetményekben, nyilván az egyéb béren kívüli juttatásokban sem. Ebbe csak akkor lehet porszem, ha korábban a munkáltatói jogkör gyakorlója, nyilván köztisztviselőkről lévén szó, a jegyző esetlegesen rossz
munkáltatói intézkedést hozott, és jogszabályellenes valakinek a kinevezése nem megfelelően állapította meg az illetményt, akkor természetesen azt korrigálni kell. Erre január végéig enged a jogszabály lehetőséget. Gyakorlatilag január végével mindenki meg fogja kapni azt a munkajogi értesítést, hogy a jogszabály erejénél fogva kormánytisztviselővé vált. Hivatalvezető asszony személyére és hivatalvezető helyettes asszony személyére gondolva biztosak vagyunk abban, hogy megfelelő vezetőt találtunk a járási hivatal vezetése élére. Természetesen a szakigazgatási szervek szakmai autonómiáját nem érinti ez a jogszabályváltozás. Bár a járásokhoz telepíti a szakigazgatási szervek korábbi munkaügyi kirendeltségeit, körzeti földhivatalait, a volt kistérségi, népegészségügyi szervet, illetve az állategészségügyi, a kerületi állatorvosi hivatalokat, változott ugyan az illetékességük, 4 járásban van jelen a népegészségügy és az állategészségügyi szakik szervünk, de más járásokra is kiterjedő illetékességgel látják el feladataikat. Ez értelemszerűen azt jelenti, hogy például a munkajogi okmányok nem azt a 413 főt érintik, akik Szolnok járásba összesen átkerültek a polgármesteri hivatalokból, hanem további 300 embert a szakigazgatási szervek vonatkozásában, hisz a kinevezési okmány kötelező eleme a munkavégzés helyének nevesítése, már pedig ebben változás következik be. Nyilván nem ez a fontos, hogy mi van a papíron, sokkal fontosabb mindaz, amiről hivatalvezető asszony, illetve kormány megbízott asszony beszélt. Annak érdekében, hogy a karcagi járásba is azon túlmenően, amely szakik szervek itt megjelennek a járási hivatal részeként, még több szolgáltatást idehozzunk a karcagi járásban élő emberek közelébe. A elmúlt napokban már arról egyeztettünk, hogy a nyugdíjbiztosítási igazgatóság, az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervünk és az igazságügyi szolgálat kihelyezett ügyfélfogadásokat tart. Csúnya szó, biztos ez a kihelyezett ügyfélszolgálat. Ugye ők megyei illetékességgel látják el Szolnokról a feladataikat. Korábban a nyugdíjbiztosító igazgatóság már jelen volt Karcagon, most ez szélesedik, Karcagon lesz ugyan, de teljes karcagi járásra kiterjedő illetékességgel, ugyanígy ne kelljen egy egészségbiztos egy tajkártyáért Szolnokra jönni, itt lehessen ezt a egyszerű ügyet intézni, és sorolhatnánk még, tehát az a szándékunk, hogy február hónapban már ezek a szakik szervek jelenjenek meg itt a járásba. Hivatalvezető asszony biztosított bennünket arról, és ezt most látjuk is, hogy ehhez a tárgyi feltételek adottak. Egy pici gond van nyilván ez a informatika, ugye az informatikai szakrendszerekhez való hozzáférés nyugdíjbiztosítás területén, egészségbiztosítás területén, de ugyanígy az igazságügyi szolgálat területén is. Nagyon fontos, hogy ezeknek a kiépítése majd idővel megtörténjen. Nyilván az a kormányzati szándék, hogy az ország minden járásában azonos szolgáltatást kapjanak az állampolgárok, és ez azt fogja jelenteni, hogy a évközben bejövő plusz feladatok tekintetében, illetve a szakigazgatási szervek által ellátott feladatok tekintetében is lehetőleg arra törekedjünk, hogy minden járásban azonos szakigazgatási szervek, azonos minőségű szolgáltatást tudjanak nyújtani. Mindannyiunknak nagyon jó egészséget, sok-sok munkasikert, sok jó ügyfelet nem kívánok, mert az ügyfél az mindig jó. Nekünk kell nagy-nagy türelemmel lennünk irányukba. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszönöm főigazgató asszony gondolatait. Szeretném megkérdezni, hogy esetleg polgármester asszony vagy polgármester úr kíván-e hozzászólni? Nem, köszönöm szépen.
Én köszönöm a kollégáknak, hogy jelen voltak, és a többiek pedig biztosították az ügyfélfogadást, hisz pénteki nap lévén még ügyfeleink vannak, de vállalták a plusz munkát és dolgoztak helyettünk. Én köszönöm még egyszer az eddigi munkátokat, amelyet a járásban folytattatok. Én szeretném kérni, hogy tolmácsoljátok a kollégák felé is, és azt, hogy nincs vége, a feladatok még itt vannak előttünk, és folytatni kell. Jó munkát kívánok nektek, a hétvégére kellemes pihenést, és köszönöm szépen, hogy megjelentetek. Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Városházán. Az előbb történt meg a karcegi járási hivatal bemutatása, dr. Kállai Mária kormány megbízott asszonnyal beszélgetünk. Járás volt a mai napnak a mottója. Mit is jelent ez pontosan? Feladatunknak tekintjük azt, hogy mind a 9 járást Jászlóskoszonok megyében végiglátogassuk azokat a hivatalokat, ahol a kormánytisztviselő kollégák január 1-én, mert 2-án elkezdték azt a munkát, amely egy nagyon komoly mérföldkő a magyar közigazgatás, államigazgatás újraszervezésében, a modernkori járások megalakulásával. Valóban azt mondhatjuk, hogy a lehető legközelebb került az állampolgárokhoz az állam. A területi közigazgatás, államigazgatás megújítása nagyon nagy kihívás és lehetőség és szép nemes feladat mindenki számára. Nagyon jók a tapasztalataink, hiszen azok a kollégák karcagjárásban, akik a járási hivatalban dolgoznak, hivatalvezető asszonnyal, készségesen, nagy-nagy szeretettel, nagy türelemmel, empátiával fogadják a vendégeket. Ügyfélfogadási időn jártuk körbe a hivatalt, minden hivatali helységbe belátogattunk. Nagyon pozitívak a benyomások, és nagyon nagy szeretettel köszönöm is ezt mindenkinek. Volt-e valami zökkenő az átállásban, vagy mindenhol sikerült ilyen zökkenőmentesen indulni? Jászlóskoszonok megyében nem jeleztek zökkenőt. Természetesen, amikor az ember elkezd dolgozni, minden munkapillanata után szinte követi azt, hogy hogyan tudom még jobban. Közös célunk az, hogy az informatikai rendszer, amely kiszolgálja a járáshivatali rendszer, tökéletesen működjön. Legfontosabb viszont az az ember, aki az államképviseletében először találkozik az ügyféllel, az udvariassága, a szolgálatkészsége és a szakmai tudása. Elégedettséggel viszont találkoztunk. A mi munkánknak a legfontosabb fokmérője az állampolgári megelégedettség, és örömmel jelenthetem azt, hogy miután több helyen ügyfélszolgálati időben voltunk, sikerült ügyfelekkel is találkozni, és mindenki elmondta, hogy elégedett, gyorsan, udvariasan szolgálták ki. Természetesen fontos feladatunk az is, hogy az infrastruktúra, a bútor és egyebek a lehetőleg szebb legyen. Természetesen vannak ebben differenciák, ahol fejleszteni kell, de úgy gondolom, hogy kényelmesen, állampolgárhoz méltóan tudjuk fogadni az ügyfeleket, akiket várunk ki szeretettel. Nagyon nagy eredmény az, hogy valamennyi településen van lehetőség a lakosoknak ügyet indítani, ezeknek egy részét ott helyben el tudja intézni, illetve a visszatérő ügysegéd segíti ebben. Ez egy nagyon komoly vívmány, és ennek például nagyon örültek, de egyébként nagyon örültek ennek az ott dolgozó ügysegédek, és hiszen megérezték azt, hogy mit is jelent úgy valójában, mert nagyvárosból nézve ez másképpen látszik, mit is jelent valójában egy kis településen az állampolgár számára az, hogy ő ott intézheti azt az ügyét, amiért esetleg régebben fél napot is utazott a megyeszékhelyre. Itt az előbb hallottuk főigazgató asszonytól, hogy szeretnék azokat a szolgáltatásokat és szakigazgatási szolgáltatásokat idehozni Karcagra, tehát a TB-ről beszéltünk, egészségpénztárról, igazságszolgáltatási dolgokról, ami nagyon fontos, hogy ne kelljen Szolnokra bemenni. Azt hiszem, hogy ez megint egy újabb lépés lesz. Így van, éppen ezen dolgozunk, hogy minél előbb ezt meg tudjon kezdődni. Ahogyan mondtam a köszöntőmben, épül egy hatalmas nagy rendszer, amelyet éppen egy részét befejeztük, és már is továbbfejlesztjük, hiszen a jelenleg Karcagon nem lévő szakigazgatási szervek kihelyezett ügyintézési idejével szeretnénk még jobb minőséget nyújtani az állampolgárok számára, még jobb minőséget fog nyújtani az a hosszított nyitvatartási rendszer, amely majd az egyablakos ügyintézésen reggel 8-tól este 8-ig fog rendelkezésre állni, hiszen senki nem kényszerül akkor, hogy munkaidőből elkérezkedve, esetleg idegesen eljöve ilyen ezzel a lehetőséggel. Tehát mindenféleképpen a magyar államigazgatás az állampolgárok szolgálatába fog állni, és úgy gondolom, hogy ez az utóbbi időknek egy nagyon komoly vívmánya, és köszönöm mindenkinek, aki ebben dolgozik. Én pedig nagyon sok elégedett ügyfelet kívánok magunknak és önöknek is, hiszen elmondta, hogy önök az ügyfelekért vannak, és az a cél, hogy mindenki elégedetten és ügyeit elintézve távozzon a járási hivatalokból. Köszönöm szépen, mindent megteszünk ezért, és folyamatosan fogjuk járni a járásokat, tehát ez a járás nem egy akció, hanem a munkánk egyik komoly alapköve lesz, hisz
hiszen a területen kint léve tudjuk azokat a személyes tapasztalatokat megszerezni, amelynek segítségével a járási hivatal munkatársaival tovább tudjuk fejleszteni munkánkat. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük szépen, és jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen én is, és elégedett ügyfeleket, és eredményesen hittel alkotó energiával dolgozó munkatársakat kívánok.